Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Madárfüttyös, szép reggelt kívánok kedves nézőink, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része. Emlékeztek, azzal kezdtük a... vagy azzal fejeztük be az előző... Bizony, bizony. Az előző videót, hogy kijöttünk a láva zónából, megtaláltunk egy új lejárat, kiáratot, és hát elindultunk hazafelé. Látjátok, hazaértem, igazából csináltam egy videót, ahol egy kisebb technikai problémát okoztam, és ezért az sajnos nem fog megjelenni. Sok mindenről nem maradtatok le, annyi történt, hogy elpakoltam a cuccokat, csináltam ide egy ládikót a Kianitnak, és elég sok mindent el is használtam egyébként. Egyel nagyobb merülési lehetőséget, tehát ilyen kiegészítőt raktam bele a Kyklopsba. Mindjárt megmutatom. Ide, hátra. Megcsináltam a hőerőmű modult, megcsináltam a 3-as típusú mélységi modult. Igen, és még a robotba beleraktam egy szintén 2-es vagy 3-as, tehát egyel nagyobb mélységi modult, és befestettem feketére gyakorlatilag. Szétosztottam itt a ládákba a cuccokat. Itt van, látjátok a robot? Szétosztottam a ládákba a cuccokat, és az történt, hogy tudok benzolt csinálni, most már. Ugye, valószínűleg tudjátok, hogy nagyon régen kezdtem a sorozatot, még akkor teljesen más verziószámok voltak, teljesen más történet volt, és a benzolt, azt ebből a fránya, csak mindig már rossz gombot nyomok meg. Nem is tudom, hova raktam. Hova a rákba rakhattam? Ja, ide? Ebből a fránya vérolajból csináljuk a benzolt. És ugye az első lootoláskor elvileg meg kell kapnom, vagy most már meg kell kapnom a benzolnak a receptjét, és ugye lootoltam ilyet, de sajnos akkor még nem tudtam, tehát akkor még nem volt benne a játékban. Úgyhogy, vagy máshogy kellett megszerezni a benzol receptet. Tehát most végül is kidobtam, fölvettem, és úgyhogy megvan gyakorlatilag. Ez azért nagyon fontos, nem is tudom mit akarok hozzá, mit akarok csinálni benzolból. Mindjárt megnézzük. Ja, tudom mit akarok csinálni. Ki akarom próbálni a lépegetőnek ezt az akármilyen, mindjárt mondom milyen kezét. Lépegető modul. Átlagos modulok, tárló, hajtómű, hatékonyság. Ezt a csákjázókart akarom megcsinálni. Igazából. És ehhez bizony benzóra van szükségem. Úgyhogy, és mivel egyetlen egy darab vérolajom van, ezért a következőt határoztam el. Most szépen elmegyek, rossz felé megyek. Elmegyek és szedek magamnak vérolajat, nem is keveset. Meg egy csomó anyagot, hogyha tudok, akkor hozok. Ez lesz most a... sólerakódást visszapattintom. Ez lesz most a program. Igazából. Na nézzük. Ezüst, 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 kábelkészlet, lítium. A felszerelésekbe berakom a kábelkészletet, a lítiumba berakom a lítiumot. Energiacella, ezt a... mi ez? A felszerelésekbe... berakom a léncsapda fejlesztést is. Energiacellát viszem magammal, és ezt a rubintot, ami régen talán valamilyen vér akármi volt, azt ide berakom, vagy alumínium oxid volt régen. Na mindegy. Szépen beülünk, ehhez az akcióhoz valószínűleg nem lesz szükségünk itt a Kyklopsra, csak is kizárólag a kis járgányunkra, ami nem tudom, hogy hol van. Kamera, idegen bázis plusz lítium, bejárat 1.
Aha, ott van a bejárat, de hol van? Nem látom. Ja, ott van a csikóhal, de bimbó vagyok. Na, csikóhal, még azért ellenőrizzük, hogy a tárolója az valamennyire üres legyen, és nem üres, úgyhogy ezt is kivesszük. És ide ledobjuk csak meg a földre, majd később esetleg elrakjuk, hogyha... Hogyha olyan van. Na. Hogy. Tökéletes. És gyakorlatilag is el is indulhatnánk, de szerintem én megvárom a reggelt. Azt meg úgy tudjuk ugye megoldani, hogy itt a Kyklopszon alszok egyet, és akkor nappal lesz. Vérolaj az egyébként valahol a sziget alatt van, hogyha jól emlékszem. Tökéletes. Csodálatos. Fölébredtünk. Nappal van, és indulhatunk is vérolajvadászatra. És hát bizony, valószínűleg ugye néhány darabra szükségünk lesz. Szállunk. Aj, ugye nem kezdtek el most engem püfölni. Hál' Istennek mondjuk ez eléggé gyors ez a kis akármi, viszont csak 900 méterre tud lemerülni, úgyhogy ez nem feltétlen alkalmas arra, hogy mondjuk lemenjek vele a lávazónába, de arra viszont nagyon alkalmas, hogy itt vérolajvadászatban vegyek részt benne, vagy vele. El is indulunk szépen. Még ennél sokkal mélyebbre kell lemenni. A játék egyébként 23-án vagy 26-án fog megjelenni teljes értékbe. Még az is lehet, hogy ez a videó akkor fog, tehát aznap fog kijönni, amikor megjelenik az 1.0, illetve hát nem is tudom, hogy azt milyen verziószámmal kell illetni. Minden esetre tényleg egy ilyen végleges verziónak tekinthető. És abban is reménykedek egyébként, hoho, ott nem lenne jó, hogyha piszkálna ebbe a kis hajóba. Abban is reménykedek egyébként, hogy a fejlesztők azért nem fogják ezt az elképesztően gyakori update-et hanyagolni, mert tényleg nagyon jó volt, hogy gyakran jöttek hozzá olyan frissítések, amik izgalmasabbá tették a bulit. Ötszáz méter mélyen vagyok. Aha, hát ez a teleportálós, ez nem túl jó. Csak ne teleportálják ki most engem, most nem érek rá a hülyeségeidre. A hülyeségeidre nem érek rá! Nagyon ügyesen sikerült egyébként, úgy látom, hogy úgy elindulnom, hogy nem kajáltam be. Ez egyébként problémát fog jelenteni, hogyha nem találom meg hamar a lejáratot. Már pedig, várjunk csak, hoppá. Ja, ott van. Nem fog most leállni harcolni ezekkel a senkiháziakkal. Vérolajért jöttem, és az az elsődleges, hogy ezt a feladatot
Meg is csináljam! De hogyha még egyszer kiszedsz, akkor elő fogom venni a kést. Ugye ez egy ilyen... Most már utólag megtudtuk, hogy ez egy ilyen... bolygó védelemre kifejlesztett ilyen teleportálgatós halacska. Most összezavarodtam az irányokkal kapcsolatban. Pedig jó lenne, hogyha nem zavarodnék össze az irányokkal kapcsolatban. Lehet, hogy pont másik irányba kellene menni. Sajnos nem. Most nem nézzük a roncsokat. Sajnos itt volt egy rakat vérolajat találtam régebben. És nem nagyon gyűjtöttem őket. Ez egy hatalmas nagy hiba volt a részemről egyébként. Milyen vulkanikus tevékenység van errefelé. Csak. Ez aztán igen. Halálzóna. Geológiai adatok, ökológiai halálzónába beléptem. Csak elolvassuk, hogy ez mi. Ajaj, ez azt jelenti, hogy itt a pálya vége? Takarodjunk innen ki. Na nézzük csak meg! Halálzóna. Geológiai vizsgálatok szerint a terület mindkét irányba meredeken lejt. Ez összhangban van azzal az elmélettel, hogy az aurora egy 2x2 kilométeres kráter szélébe csapódott bele. Valószínűsíthető, hogy az évezetek óta nem volt példa kitörésére, így a kráterben kialakulhatott egyfajta ökoszisztéma. A kráterben kétféle faj él, mikroszkopikus és leviatán besorolású. Ez azt jelenti, hogy akkor nem megyünk oda. Ne menj oda, te bimbó! Ezt jelenti. Hát akkor elmegyünk oda a lejárat felé, lehet erre felé van mégiscsak ez a... Ez a vérolaj lelőhely. Olyan rég volt már, lehet meg is változott egy csomó minden azóta. De gyönyörű a játék egyébként, ez elképesztően jól néz ki. Aha, 500 méter. Nem ott a pókica, ami majd kisüti jól a mi kis tengeratjárónkat. 600 méter. Hát nem itt van a vérolaj. Az biztos. Azt se tudom, hol a rágba vagyok most már. Mindjárt fölmegyünk. Én úgy emlékszem egyébként, hogy a vérolaj a sziget alatt van. A lejárat nem a sziget alatt van, úgyhogy... Szépen fölmegyünk innen. Ne bánts, kérlek.
hogy... Ugye itt volt az a kutatóbázis, ahol megtaláltuk Pistikét. Fölmegyünk a víz tetejére, és akkor meglátjuk. Meglátjuk, hol vagyunk. Úsz a felszínre. Elment az áramunk. Az írjuk ki. Na, visszatért. Megnézzük, hogy hol a sziget. A sziget alá megyünk, mert ott kell lenni. Én úgy emlékszem, hogy ott kell lenni az vérolajnak. Nem nagyon örülök, hogy így elsőre nem jött össze, de hát Istenem. Nem lehet minden tökéletes. Jó van, folyadékbevitel szükséges. Persze nincs nem folyadék. Csak kellett volna hozni ezt a fránya izét. Tenger alatt járót. Na, azaz, mindjárt. Recs. Ma hogy állunk? Itt a sziget. Ott az Aurora. Itt kell lenni alatta. Na jó. Megkövetem saját magam, hazamegyek. És hozom. Hozom a Kyklopszot. Azon van kaja, pia, élet, minden. Sajnos ez egy kis elvesztegetett idő volt, úgy látom. Itt kell valahol a sziget alatt lenni a vérolajnak. Biztos vagyok benne. Na, majd mindjárt kitaláljuk. Pár száz méter is itt vagyunk. 2 kilométerszer 2 kilométeres ez a hely, ahol vagyunk? Az durva. Ja igen, meg egy ilyen szkenner bázist kell oda lentre majd fölépítenem egyébként a lávába. Ezeknek az anyagait össze kell majd szednem. És akkor ott a láva zónába kiépítünk valami biztonságos helyet magunknak. Bedokkolunk a Kyklopszba. Mennyi az energia? 76%. Úgy. Na. Tökéletes. Üdvözlöm a fedélzetem. Helyre rántjuk magunkat. Először is kiveszünk 2 darab első segélycsomagot. Meg 2 darab magot. Ide bepatintjuk a 2 darab magot. Így. Vital signs stabilizing. És még mindig nem lett elegendő a víz ennyi dinnye evés után. Na most jó, végre. És akkor lehet ültetni. Hogy. Na, hát téged meg akkor, kis barátom. Elindítjuk a motort. Nálunk van még energia? Mert most ugye nem lemegyünk a lávazónába, és ezért simán be lehet rakni az energiacellát egyébként a hajóba. Ugye a lávazónába azért nem szerettem berakni az energiacellát a hajóba, mert ott csúnyán megpumisztak minket mindig. Úgy értem, hogy voltak ilyen kis szutykok, amik azt csinálták, hogy egészen egyszerűen leszívták az energiát, az aksikat. Ez a hátulja. Aha, arra van a... Arra felé van a sziget, úgyhogy arra felé megyünk.
mondjuk ezt elég nehéz beazonosítani így. Egy 15 másodperc múlva inkább lefekszek aludni, hogy lássak valamit. Mindenképpen szükséges a vérolaj, tehát az egészen biztos, hogy nagyon fontos. Úgy ott a sziget. A ködbe burkolózó sziget. Nem sokára szépen meg fog jelenni. De másik sziget. Más nagyon nincs ködbe burkolózva errefelé, ugye? Nincs. Na már rajzolódik is ki. Induljunk el lefelé. Egy jó erős süllyedést oldunk most meg. Van, picit előrébb megyünk azért, mert a még nem vagyunk azért a sziget alatt teljesen. Ovo, ott van valami. Kis barátom. Rám vadászol? Leállítottam a motort, hogy ne halljon. Milyen szépen meg van csinálva. Melegnek kellene lenni a víznek, és a hőgenerátornak itt dolgoznia kellene, nem? Ez hogy működik? Na jó, menjünk lejjebb. Szépen. Egész mélyre. Jajaj, valami beleakadtam, de nem állhatja utunkat. Hát nem hiszem el. Ez valami itt nem stimmel. Jaj, beleakadtam megint. Nem erre volt akkor az a fránya. Hol a sziget? Most nem tudom, hogy hol lehet, hogy túljöttem. Mindjárt megnézem, fölmegyek a víz tetejére. Aha, ott a sziget. Ez a sziget? Ez nem sziget, ez valami lebegő hatalmas kő. Na, ugye megnézzük, hogy hol vagyunk. Ki kell néznünk, hogy az aurórához képest merre vagyunk, meg a szigethez képest merre vagyunk. És akkor meg tudom határozni, hogy merre kell menni kb.
Aha, ott a sziget. Lejjebb megyünk, és szerintem már nagyjából be tudtam határolni, hogy hol voltak a vérolajok, de ha nagyon nem megy, akkor kénytelen leszek rákeresni interneten. Jobban örülnék, hogyha magamtól megtalálnám. Van, itt a sziget, alja. Egy kicsit egyenesen. És talán valahol itt kell majd lemenni. Ugye nem fogyott ki az áramunk, de kifogyott. Jajaj. Valamelyikbe kell lenni aksinak. Úgy. Van egy rakattal, és a Siling Runningot meg ki kell kapcsolni, most azért fogyott le, vagy azért fogyott el az áram, mert bimbó voltam, és nem figyeltem arra, hogy ez bizony nagyon eszi az energiát. Ide másik oldalra is berakjuk a energiacellákat. Ja, mondjuk olyat rakjunk be, ami 100%-os. Úgy. Kikapcsoljuk a Silent Run. Némaladás kapcsolva. Kikapcsolva, jó. Gyerünk lejjebb itt. Össze-vissza töröm a járművet. Elfordulunk balra picit. És itt megyünk le. Mint hogyha... Mint hogyha erre lett volna az a vérolaj lelőhely. Hoho, szikla előttünk. Na egy pillanat, mert ez így nem jó. Azt írja a Blood Oil-ról a Subnautica, hogy Blood Keep Zone and Blood Keep Kelp, Blood Kelp Zone and Blood Kelp Caves-be lehet ezeket találni. Aha. Ahol már a növényeket már felismertem, hogy milyenek vannak.
Na jó, innen kiszállunk. Innen megyünk a kis hajóval. Itt talán hamarabb találunk ilyen zónát. Száz méter mélyen vagyunk. Olyan zónát kell keresni, ahol nem ezek a növények vannak, hanem ilyen... ilyen tüskés levelű, világos színű növények. De már megint a lejáratnál vagyok, de én nem akarok lemenni. Lehet, hogy nem is ilyen mélyen kell keresni ezt. Ezek meg a levegőben vannak valamik. Francba, ezt nem tudtam, hogy ez ennyire... ennyire nehéz lesz egyébként. Nem baj, legalább itt van a tenger alatt járó. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem kell nagyon messzire visszamenni, hogyha az ember kajálni akar mondjuk. Megint este lesz, mire fölmegyünk, fogadjunk. 700. 100. Talán még látunk valamit. Vagy nem. Aha. Aha. Még lehet, hogy nem mentünk eléggé. Nagyjából vágom már, hogy hol vagyunk megint. Mondjuk, hogyha ezeket a jelző bójákat rendesen használtam volna, akkor ezekből a hely meghatározásból nem lenne nagy probléma. De nem használtam rendesen őket, ugye? Aztán ebből van a probléma. Na, talán. Talán valami ezt a biomot keressük. Igen, ezt a biomot keressük. Nagyon jó. Milyen messze van a... 500 méter. Aha, ott is van. Már ott is van. Kész. Meg is van. Bérolaj. Csak ez olyan nagy, hogy alig fog elférni pár darab nálam. Ráadásul azért mondjuk nem szabad lebecsülni ezeket a teleportálós alakat sem. Hopp, itt van egy rakatta. Fölveszed? Inventory is full. Hát sok nem fér el egyébként. De van egy olyan hatalmas nagy szerencsém. Na. Merre van az a... tenger alatt járó? Ja, ott van. 600 méterre van.
Megpróbálok nem elfordulni, és akkor látni fogom az irányt, hogy merre kell majd jönni. Aha, hát ez nem jött össze. Mondjuk olyan sötét éjszaka van itt, mint a pokolba szerintem. Na, még ki tudunk menni. Szépen visszaszaladunk a jóhoz, is ide fölállunk vele. Most megint elhagytam. Hol vagy? Ja, itt van alattunk. De beszorítottam. Hoppá! Hogyha fölkapcsolom a villanyt, akkor lehet, nem mennek neki a falnak. De nem tudom, mennyi benzol kell. Lehet, hogy ez elég is egyébként, amit találtunk. Na nézzük. Ugye itt van nekünk egy fabrikátorunk. Akkor tudunk itt benzolt gyártani. Ami remélhetőleg kevesebb helyet foglal, mint a vérolaj. Bizony, bizony, bizony. És hogyha egy picike kis mákunk van, akkor innen hozzá tudunk férni a csiklónak a... Csikóhalnak a tárolójához. Köszönöm, Krisztián, az információt egyébként, mert ezt te mondtad. Ögy. Mihez kell az a fránya benzol, azt is elfelejtettem már. Ja, tudom. De ez szerintem így elég lesz egyelőre. Irány haza. Ez az. Gyerünk, fordulj! Szépen hazaszaladunk, és legyártjuk a lépegetőnek azt a kart. Utána összeszedjük az anyagot, ami kell a bázishoz lent. És... lemegyünk. Ez a terv. Viszont most egyelőre köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztetek, ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, és a Facebook oldalra is ne iratkozzatok fel, hanem Facebook oldalt lájkoljátok, a leírásban benne van a linkje. Egy csomó ingyen játékot szoktam ott megosztani. Sziasztok, pá!